A kémények kritikus pontjai. Mit tehetünk, hogy megelőzzük a kéménykárokat? A hazai kémény szakértő jó tanácsai a kémény stabilitásának biztosításáról. Megerősítés és megtámasztás. A szélsőséges időjárás kéménykárokat okozhat. A szabadon álló kémény szakaszok megerősítése, illetve a kémény tetőszarufák közötti megtámasztása biztonsági kérdés. A kémény szakértő tanácsa. Soha ne használjunk tetőléceket a kémény megtámasztásához. A kémény megtámasztása csakis nem éghető anyagokkal történhet, amely a tető mozgása miatt fellépő erőhatásokat is bírja. A kémény szakértő tippjei. A kémény támasztó szerkezet és a megerősítő készlet. A Schiedel kémény támasztó szerkezet stabilabbá és biztonságosabbá teszi a kéményt. A kéménytámasztót igény szerint a szarufa fölé, alá vagy közé lehet felszerelni, és bármilyen hajlásszögű tetőhöz hozzáigazítható. Tompítja a tető mozgásait. Hőhidak létrejötte kizárt, mivel a szerelési felület szigetelhető. A Schiedel megerősítő készlet a kémény szerkezet statikai állékonyságát szolgálja a tetősík felett. Viharos szél, erős hónyomás sem dönti el így a kéményt. A megerősítő készletet a kémény összeépítésekor a köpenytégla sarokfurataiban kell elhelyezni, és a készlethez csomagolt habarcsal kiönteni, így biztosítva a stabilitást.